Üdv mindenkinek, sziasztok! Ez itt a Warzone 2100 második alfa küldetés. Na mi az? Alfa küldetés. Melyik volt az? Azt hiszem ez. Na annyi történt, hogy sikerült a második küldetés megcsinálnom úgy, hogy nem volt hang a játékban. Úgyhogy az első küldetést ezt újra csináltam, és akkor most egy kicsit máshogy lesz itt a felállás. De nem mindegy, részletkérdés. Illetve megpróbáltam a hangot javítani. Elméletileg most jó a hangom, kivéve akkor, hogyha mondjuk suttogok. De megpróbálok majd nem suttogni. Hogy fasza legyen. Menjetek be az ellenséghez, s robbantsatok szét a pofájukat már. Oh yeah. Beraktam egy-két dolgot hátkíre, meg cseréltem fejhallgatót, mert nagyon frusztrált, hogy nem hallottam a saját hangomat, így nem tudtam a zárt fejhallgató miatt behatárolni, hogy mégis milyen hangerő tartományban beszélek, mert tényleg semmit nem hallottam belőle. Ami cumi egyébként itt a felvételnél, hogy csak ablakos üzemmódba tudom az OBS-be fölvenni. Ja, meg beraktam már új zenéket. Mármint, hogy lehet más zenéket berakni a játékba. Vannak új zenék, amikről nem is tudtam. Bementek a beállításokba, és ott van egy ilyen zenei menedzser. Gyere szépen vissza. És ott lehet hozzáadni. Az M megnyomására egyből beadja izét is. A gombokat, és itt mindent be lehet állítani, de nagyon beteg, tehát így. Van minden. Please do a remake for this game. Thank you very much. Ez mennyire basszó lenne már Ilencsin 5-be, hallod? Beszarsz. Az alapdolgokat állítottam be, tehát jó mindegy, mert úgyis messze van még. Lesz majd repülő, meg minden szírszar. Akkor majd ott is be kéne állítanom a gombokat. Lehet egyébként az egerem szar, vagy nem tudom, mert ha megnyomom, akkor néha így kiugrik. Ja így. Na, erre gondolok. Egyszer forog, ugyanarra, ha megnyomd a két egérgombot egyszer meg így kirántja. Ez rohadt idegesítő. Két külön parancs van hozzá rendelve, ugyanaz a
gombkombinációhoz. Közben a Jaggeret nem is tudom, hogy lehet állítani, de szerintem nem. Shift, Control, keypad, forgatás, nem is keypad. Nem látok sehol egérgombot. Tab, F1, Space Control, F, keypad, hát, mouse wheel down, az oké. Okay. Erre valamit meg ki kell találnom. Mondom, ez egy nagyon tróger, mikor így, aha. Mi a fasz? Az előbb, ezt hogy csináltam? Bár jobb és a bal ege, de... Ja igen, hirtelen kell egymás után jobb klik, bal klik, akkor így mozgatja. Aha, ha bal jobb, akkor forgat. Nem. Az előbb csinálta, volt még egy... Mint hogyha mozgott volna és forgott volna is egyszerre. Na jó van. Zúzzuk. De jók ezek az új zenék. Mert úgyis kezdtem besokalni attól, hogy mindig ugyanezt a három tracket játssza le a játék. Az építés, ezt még le kéne húznom valahova. Fő hadiszállásra van hálítva B. Oké. ...99%-ban FPS-ekkel játszok, vagy TPS-sel, aztán... Most egy felvételben csak azért is, hogy na játszok, amit nem tudok irányítani annyira. Kurva jó. Na mindegy, majd belevök. Ezt nem tudom bezárni. De, escape-vel. Jó, az F-ek működnek. Aha. Tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü. Azt kéne valahogy megoldani, megszokni, hogy nem a nyilakkal irányítom a térképet. Hanem az egérrel. Ez baromi furcsa nekem. Teljesen más egy karaktert irányítani, mint egy egész izét. Hadsereget, basszus. Na. Ja, és elméletileg vannak nehézségi szintek, ha minden igaz, ez a normál, amit most játszok.
az F3-at az építésről, azt lehet, hogy át kéne majd raknom valahova. Vagy lehet, hogy nyilak köré kéne tennem ezért az összes gombot. Ez mindig szopás, mikor valamit megszoksz irányításba, azt át kell állítani, vagy átállítod, mint az állat, és mire azt megszokod, basszus, tudja, hogy mindig félre nyúlsz. Nem biztos volt már veletek is ilyen már, mint aki így sokat játszik. Főleg, ha új játékról van szó, és mondjuk egy C, vagy egy Ctrl, googleás, vagy valami becsúszás, akármi, az más gombra van téve. Egy másik játékban. Vagy mondjuk a fedezékbe vonulás az a dodge-olással teljesen összekavarodik a fejedbe. Révén, hogy más játék. Olyan gyorsan fejlesztek, lehet kéne még kutatóközpont. Ugye 5-öt lehet belőle építeni. Nagyon durva belegondolni, hogy 8 évesen egy PlayStation, egy kontrollerrel végigvittem ezt a játékot. Tehát még billentyűzettel is nehéz. Úgyhogy ki tudom osztani a gombokat. Na mondjuk hát rá is szántam egy pár órát, az biztos. A vége fele volt szerintem egy-két küldetés, amivel napokig el voltam. Gondoltam már is, mert lehetne PlayStation-ről is, csak kéne hozzá valami felvevőkártya. Az a baj, hogy ott technikailag fogalmam sincs, hogy működik a dolog. Alapvetően egyébként nem vagyok a retro játékok híve, de van egy-kettő játék, ami így beragadt nálam még annak idején. Nagyon szerettem, és úgy érzem, hogy föl lehetne őket eleveníteni. Simán beleférne az image-be. Főleg azért is, mert egy csomóról nem is találtam egyáltalán tartalmat. Legalábbis magyarul semmiképpen. Ez is megvan. Ide kéne majd valamit építeni, mert az egyik későbbi küldetésbe itt folyamatosan le fognak majd szállni.
lehet, hogy még korai, de mindegy. Még azt hiszem van egy bázis, amit ki kell szedni. És ha minden igaz, akkor utána is újra ad nyersanyagot. Ezt tudja magát javítani. Jól látom. Ez nekem új. Egyre jobb zenék vannak, basszus. Jön a Parketta Man! Tegnap egyébként játszottam egy multit, úgy elpicsáztak minket, mint a szart 3v3-ba. Ez olyan kicsit durvább, főleg amikor ilyen sok nyersanyagot ad meg. Már van egy csomó technológia, teljesen más a multi amúgy. Így egy szó mint száz. Bazd meg, de itt van a javító, akkor hova a tökönbe mennek? Hát a faszom. Kész vagyok. Irányítástól kikészülök. Nem tudom. Aha. És hogyan tudom parancsba adni, hogy láncba javítsanak. Tehát javít, javít, javít. Hogy? Ha lenyomom a shiftet, akkor hozzáadja az egységekhez. Ez mekkora szopás. Altal? Egyáltalán tudok ilyet? Ilyen parancsot kiadni? Azt meg! Na az, tömörüljetek! Ah, Istenem! Basz meg, nem árad! Gyere már vissza, bazd meg! Agyhalott! Nem működik a francba. Akkor meg kell várni, míg az egyik végez, és úgy kiadni a parancsot. Na, ez szívás. És a kórai Stalker, vagy Stalker? Starcraft profi lennék. Akkor már nem szenvednék ezzel ennyit ám. Itt hogy kell gombokat nyomkodni össze-vissza. 300 percenként. Please don't do that.
Ez így értelmes volt ez a mondat? Nem hiszem. Inkább do not die. Na mindegy. Jó, kitalálok én itt ilyen új dolgokat ám. Én nagy újító leszek. Beszarsz. Ja, hogyha eltűnik innen, akkor az azért van, mert elavult technika a hatszögletű penetrátor. Fú, nekem nagyon pervezet adnék, de nem tudom. Vagy lehetne nem kicsit ilyen barátságosabban megadni. Dupla pont pont pont. Nem gondolja mindenki, mire akar. Ah! Mi volt ez? Ah! Na most simán ezt is meg lehetünk csinálni, mint a Diablo Resurrected-et. Vagy nem tudom. Mondjuk jaj, itt azért a kódba is jól lenne belenyúlni, mert ettől kikészülök. Tudod, a javítgatástól állandóan. A bunkerek úgy néznek ki, mint egy ilyen busz megálló, basszik. Ez a fosztogató frakció, amit most lök, ez meg ilyen full Mad Max-es egyébként. Na, fasza a király. Briefing commences. We have recovered valuable power generation technology. Research it, then use it to upgrade your power generator. We can then begin our search for the synaptic link technology. Na most komolyan ettől az erőműtől gyorsabban fejlődnek a, vagy termeli a izét, az energiát? Nem tudom, érdekes. Alpha 3, base. Jó, jó az úgy. Jó is. Oké, innen folyt köv.